Jó estét kívánok! Önök az apropót az Ózdivárosi Televízió Komplex magazin műsorát látják. Mindenek előtt nézzük képes tartalomjegyzékünket. A cirkusz élet rejtelmeibe engedtek betekintést a művészek. Biztos megélhetést, kiszámítható életpályát és karrier lehetőséget kínálnak a Magyar Honvédség toborzó irodájában. Az Ózd-Sajó völgye labdarúgó csapata elkezdte a felkészülését. Nemrégiben hozzánk is ellátogatott a Duna Cirkusz, amelynek előadásait napokon keresztül láthatta az ózdi közönség. Előadásuk azonban nem csak a látványos produkciók miatt volt különleges, hanem azért is, mert az országban ők az egyetlen olyan társulat, amely számaihoz nem használ állatokat. Elsősorban az emberi fizikum egyedülálló képességeire helyezik a hangsúlyt, a szokatlan közeg pedig további meglepetéseket is tartogatott. A cirkuszok világa különleges világ, a hatalmas, színes sátor pedig jóval több, mint pusztán néhány négyzetméternyi területet beborító anyaghalmaz. Ami ez alatt zajlik, az nem csak a tehetség, a szépség és a kreativitás megnyilvánulása, ettől sokkal több. A csodák, a varázslat és az illúziók birodalma. Nemrégiben városunk és a környék lakói is beléphettek ebbe a világba a vízi cirkusznak köszönhetően, amelynek 25 fős társulata még ha rövid időre is, de kiragadta őket a mindennapok egyhangúságából. A sátorba belépve a művészek kedves mosolya és a félhomályban felcsillanó színes fények várták a vendégeket. De egy kedves torseprűs bohóc is a széksorok közt serénykedett, aki szívesen pózolt a gyerekekkel, és egy sokat sejtető hajós kormánykerék is elővillant. De milyen hajót irányítanak majd ezzel? És vajon mi az úti cél? A Santa Maria hajó, az egy különleges fantáziahajó. Elhozom hozzá a hajót a legénységemmel együtt, akik az artista művészek, ő is csatlakozik hozzánk, és tulajdonképpen egy utazáson vesz részt, ami teljes mértékben a fantázia világában történik. Ezek az utazások alatt különböző országokat érintünk, és az országoknak a tradicionális produkciói láthatóak. A műsor elején a nézők a teljes legénységet megismerhették, akiket a bohóc szólított a vízzel övezett porondra, és persze a kapitányt is üdvözölte. A társulat még 2018-ban alakult, de előtte az alapító, Ádám Rudolf Duna Cirkusz néven már nagyon régen utazott. A művészek külföldön is sokat vendégszerepeltek, később úgy döntöttek, itthon is alapítanak egy társulatot. Így jött a vízi cirkusz ötlete, amely egyedülálló Magyarországon. Teljesen más, mint a hagyományos cirkusz, bár a hagyományos gyökerek azért megmaradtak a tradicionális vonal, úgymond. A vízi cirkusz az teljes mértékben a látványra épül, hisz önmagában egy medence van a porond helyett, és a medencében szökőkutak, ami különböző látványos effektusokat mutatnak be. Lézershow van bent a műsoron, tehát olyan érdekes momentumok láthatóak egy ilyen műsorban, ami amúgy egy tradicionális hagyományos cirkuszban nem láthatóak. A művészek nem csak a porondot, hanem a magasabb szinteket is birtokukba vették, ezek alatt viszont bőven voltak olyan pillanatok, amikor a közönség tagjainak aggódó tekintete követte a művészek mutatványait. Később azonban már nyugodtabb helyekre is eljutott a Santa Maria hajó. Egészen pontosan a vizek városába, a festői szépségű Velencébe. A csillogó velencei kristályok pedig 100 és 100 buborék formájában keltek életre.
A közönség eleinte, amikor elkezdik nézni, még nem értik, hogy tulajdonképpen miről van szó, de már a műsor közben nagyon-nagyon jól érzik magukat, és igazából a katarzis az az előadás végére érkezik, amikor tényleg nagyon-nagyon tetszetős előadásról van szó, és a közönség nagyon élvezi. A sátor közepén nem a klasszikus cirkuszoknál megszokott porondot találunk, annak helyén ugyanis mintegy 16 ezer liternyi víz hullámzik folyamatosan, amelyben olykor a művészek mozdulatai is visszatükröződnek. A Santa Maria hajó Velence után már az örökvárosban, az ókori Róma kikötőjében horgonyzott le. Az előadás során a hangulat is hullámzó volt, mint a tenger fodrozódó habjai, amelyeket a Santa Maria hajó hasított útja során. Hiszen a tengeri járművön utazó bohóc már a megjelenésével is derűcsölt az emberek arcára. Ő a történet egyik központi figurája. Rám van építve a műsor, az én álmomat teljesíti a kapitány úr, és így tulajdonképpen az egész műsor tematikája arra van építve, hogy különböző országokba kötünk ki a Santa Maria hajóval. Ugye te is beleszülettél, ezt tudjuk, ebbe a világba. Kicsit mesélnél a felmenőkről, erről az egész világról. Igen, hát én a Ritter család dinasztia tagja vagyok. Én tulajdonképpen, ahogy mondod, beleszülettem ebbe az egész cirkuszi pályába. Nem is volt más lehetőségem. Mondjuk azért megpróbáltam egy-két privát szakmát, de azért mindig visszajött a cirkusz az életembe. Egyben szerencsés vagyok, mert szerintem a szakmám a hobbim. Imádom, amit csinálok, bohóc vagyok, és a közönség visszajelzése az, hogy tapsolnak, és utána, hogy úgy mennek haza, hogy érdemes volt eljönni, ez mindentől többet ér nekem. Az a történet, amelyet a közönség láthatott, az idei év koncepciója volt. Az ennek mentén bemutatott valamennyi műsorszámot a vízre építették. Persze újabb és újabb ötletek, elképzelések születnek. Minden évben megpróbálunk megújulni, mint vízi cirkusz, újabb műsorszámokkal, újabb bósztréfákkal készülök én is. Hát a nyarunk az meg úgy fog alakulni, hogy munkával. De ez nem munka szerintem mindenkinek, mert ez egy örömteli dolog, hogy mehetünk hétről hétre új helyszínekre, végre a barátokkal találkozhatunk, ami eddig még most egy kicsit nehezen lehetett a pandémia miatt. De most már újult erővel megy, és a cirkuszi szezon általában úgy van, hogy márciustól október végéig tart. A társulat visszatérő vendégmárvárosunkban, így a bohócot, vagyis Richter Dánielt már sokan megismerik Ózdon. A hajó újabb állomásán a Közel-Kelet misztikuma szívta magába a közönséget, hiszen a Santa Maria a mesés Perzsia partjainál is kikötött. A társulat tagjait nagy számban szövik át rokoni kapcsolatok. Az összetartás azonban nem csak ennek, hanem a közös munkának is köszönhető. Mindaz, amit csinálnak, csak a kívülálló számára tűnik könnyűnek, hiszen mosolyuk, vidámságuk elfedi azt az emberfeletti munkát, ami mindebben benne van. A sikerhez ugyanis a hivatás iránti szeretet mellett kitartás és nagyfokú alázat is kell. A Közel-Keletről újra Európa felé vette útját a hajó. Így a nézők a párizsi Molerusba, azaz a Vörös Malomba is eljutottak, hogy ezt a művészekkel teli bohém világot is megismerjék. A Santa Maria az Atlanti-óceánt is átszelte, és meg sem állt a kaszinók és a szerencsejátékok városáig Las Vegasig. Ha pedig Amerika és csillogás, akkor a pop királya Michael Jackson sem maradhatott ki a műsorszámok közül. Ezt követően a nézők tekintete újra a magasba fordult. Azért a közönség lélegzete néhány másodpercre ennél a számnál is elállt.
A cirkuszi produkciók sorából nem maradhattak ki a hullahopp karikák sem. Aki az előadás során nem csak a látványra és a produkciókra figyelt, az könnyen észrevehette, hogy az egyes műsorszámok artistái több produkcióban is szerepeltek. A program első felében bemutatkozó hölgy immár a kis hableány, Ariel külsejét öltötte magára, és egy hatalmas horgonyra kapaszkodva adta elő számát. A légies könnyedség után nem maradhatott el a dráma sem. A bohóc és a cápa küzdelme ugyanis nem sok jót ígért. A folyton nevető és kedves figuráért így joggal aggódhattak a nézők, aki derekasan küzdött az állattal a gumimedencében. Az előadás végén színes lézersúval kápráztatták el a közönséget, majd az egész társulat kivonult, hogy elbúcsúzzon közönségétől. Az artisták közben egy nagy, sárga, fülig érő szájú figurával is kiegészültek. Ő pedig nem volt más, mint Spongya Bob. A közel 2 órás varázslat ezzel az epizóddal zárult. Az álom véget ért, a közönség pedig nem csak egy sátorból, hanem ebből a varázslatos világból is kilépett. A vízi cirkusz kerekeken goruló, különleges világa a társulattal együtt új és új helyeket keresett fel, hogy másokat is álomba ringasson. Akik itt dolgoznak, szerintem minden álmuk teljesült, mert egy csodálatos, vadonatúj, szép cirkuszba feléphetünk, ami az nagyon szép, és nagyon-nagyon örülünk neki, és tényleg mindenki azt csinálja, amit szeret. Szóval minden álmunk teljesült. Biztos megélhetést, kiszámítható életpályát és karrier lehetőséget kínálnak a fiatalok számára a Magyar Honvédség toborzó irodáiban. A Magyar Honvédség egy új szolgálati formát indított el az elmúlt év végén, ami ugródeszka lehet a felsőoktatásban. Többek között a jelentkezés feltételeiről és táborozásról is szó esik a következő beszélgetésben. Köszöntöm a stúdióban Nagy Géza őrnagyot, aki a Borsodabaúj-Zemplén megyei toborzó irodának a vezetője. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Kezdjük a legjobb hírrel. Ózdona József Attila gimnázium egy kadét programban vesz részt. Mi ennek a jelentősége, illetve mit lehet erről elmondani? A kadét program egy országos jellegű középiskolák számára meghirdetett program, melynek egyik úttörője volt a megyénkben a József Attila gimnázium, hiszen ő már ennek a programnak az elődjében is részt vett az úgynevezett katonasuli programban, és folytatta a munkáját ebben a programban is. Ilyen módon a megyében egyedülálló módon nagyon régen részt vesz ebbe a programba, és több diák is tett már érettségit honvédelmi alapismeretekből. Ugye a programnak a lényege, hogy szabadidős tevékenység keretein belül, vagy iskolai oktatási formában honvédelmi alapismereteket tanuljanak a fiatalok. Ezáltal olyan állampolgárokká váljanak, akik a haza iránt elkötelezettek, a honvédelmi ügyét tisztelik és saját magukénak vallják, szeretik a hazájukat. Ez a program fő célja. Nyilván titkon azt reméljük, hogy ezek közül a fiatalok közül néhányan a katonai pályát választják, és esetleg a katonai felsőoktatásba vagy az altiszt képzésbe jelentkeznek, vagy szerződéses katonai szolgálatot vállalnak, de akár mondhatnám a tartalékos katonai szolgálatot is. Nem akarjuk feltétlenül az összes fiatalt, aki ebbe a programba részt vesz, a Magyar Honvédség kötelékébe tudni. Szeretnénk, hogyha a haza iránt elkötelezett fiatalok növekednének föl ezekben a középiskolákban. Mit ad a József Attila gimnáziumnak ez a program? Lehetőséget. Lehetőséget arra, hogy egy új tantárgyat, egy kuriózumot oktassanak a fiataloknak. Lehetőséget arra, hogy a Magyar Honvédség támogatásával a fiatalok programokon vegyenek részt. A Honvédelmi Sportszövetség támogatásával pályázatokon keresztül honvédelmi jellegű
vetélkedőket, honvédelmi napot, sportrendezvényeket szervezzenek, és bekerüljenek a Magyar Honvédségnek a körforgásába, és folyamatosan tartva velük a kapcsolatot, támogatjuk az iskolát, katonák folyamatosan jelen vannak az iskolába, és segítik az iskola oktatási tevékenységét. A tantárgyat nem mi oktatjuk, hanem az iskola tanárai, mi csak segítjük a munkájukat. Említettem az imént, hogy ön a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei toborzó irodának a vezetője. Milyen feladatokat látnak el ebben az irodában? Az irodánk nagyon sok feladattal, nagyon széles körű feladatrendszerrel rendelkezik. Ennek tulajdonképpen csak egy része, egy szegmense a katonai toborzás és a pályaorientáció. Békei időszakban talán a legfontosabb feladatunk a katonai toborzás és a pályaorientáció, de ezen kívül foglalkozunk érdekvédelmi feladattal, a volt nyugállományú katonáknak az érdekvédelmi feladatainak ellátásával, foglalkozunk katonai igazgatási feladattal, amely tulajdonképpen egy felkészülés a békétől eltérő állapotra, hadkötelezettség bevezetésére, a gazdasági anyagi szolgáltatások előkészítésével foglalkozunk, de foglalkozunk hadisírkutatással, a hadisírok ápolásával, ennek koordinációját is a középiskolákkal valósítjuk meg. Tehát nagyon sokrétű feladatrendszerrel rendelkezünk. Békeidőszakban talán a legfontosabb és kiemelendő a toborzás és a pályaorientáció. Igen, Magyarországon nem csak a technikára fektetnek nagy hangsúlyt a katonasság területén, hanem a létszámnak a bővítésére, illetve duzzasztására is nagy hangsúlyt kell fektetni. Milyen lehetőségeket kínálnak a mostani fiataloknak, akik esetleg nem tudják, hogy hol helyezkedjenek el, elvégezték az iskolát, középiskolát, de talán nem veszik fel őket felsőoktatási intézményekben, és itt jönnek önök képbe tulajdonképpen, mert nagy lehetőséget kínálnak. Így van, szoktam mondani, hogy a Magyar Honvédség seregnyi lehetőséget kínál a fiatalok elé, de nem csak a fiatalok elé, hiszen egészen nyugdíjkorhatárig van lehetőség a honvédelmi ügyét szolgálni valamilyen formában. A toborzó katonáink felkészítését úgy végezzük, hogy mindenki számára tudjunk alternatívát kínálni. Mindenki az élethelyzetének megfelelő alternatívát kapja, hogyha a honvédelmi ügyét szeretné szolgálni. Azok a fiatalok, akik most kerültek ki a középiskolából, és vagy nem találták még meg a helyüket a munkaerőpiacon, vagy nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe, esetleg későbbre tervezik, vagy netalántán az áhított egyetemre nem sikerül bejutniuk, azok számára nagyon komoly lehetőséget kínál a Magyar Honvédség. Arra az átmeneti időszakra, ameddig nem találják még a helyüket, addig 6 hónapos katonai szolgálatot javaslunk számunkra, ez egy önkéntes katonai szolgálat, mely a területvédelmi tartalékos szolgálati formának egy speciális formája, amikor 6 hónapig folyamatosan szolgálnak, kiképzéseken vesznek részt, mondhatnám azt is, hogy kalandokban vesznek részt, hiszen olyan kalandokban részesülnek, melyeket a civil életben nem tudnak megtapasztalni. És természetesen ezért a Magyar Honvédség fizetést kínál a számukra, és a kiképzés elvégeztével a 6 hónap után azok, akik mégiscsak felsőoktatási intézménybe szeretnének tanulni, 32 plusz pontot kapnak. Tehát a következő felvételi időszakra 32 plusz ponttal tudnak nekiindulni a következő felvételi időszaknak. Ha meghosszabbítják egy évre, tehát plusz fél évvel ezt a kiképzési időszakot, akkor 64 plusz többlet ponttal tudják a következő felvételi időszakot kezdeni. Én úgy gondolom, annak, aki néhány pont hiány csúszik le a felvételiről, annak a következő évben ezekkel a plusz pontokkal biztos, hogy meg lesz az a lehetősége, hogy az áhított egyetemre fölvegyék. Milyen kitéteknek, illetve milyen feltételeknek kell megfelelniük a fiataloknak, hogyha ezt a pályát választják?
A Magyar Honvédség összes szolgálati formájára jellemző általános feltételeknek kell megfelelni, 18. életévét be kell töltse, aki a Magyar Honvédség katonája szeretne lenni, magyar állampolgárság, magyarországi lakóhely, büntetlen előéret és az előírt orvosi, pszichológiai vizsgálaton való megfelelés. Az ő tekintetükben a fizikai állapot felméréstől eltekintünk, hiszen a kiképzés során folyamatos, sőt a kiképzés egyik fókuszában a katonai testnevelés áll, napi katonai testnevelésen fognak részt venni, nyilván a képességeiknek megfelelő ütemben, de igyekeznek mindenkit felkészíteni arra, hogy hogy a elvárt szinten a katonai testnevelés mértékének megfelelő képességeket elérjék. A fokozatosságot betartva igyekeznek ezt, hiszen különböző képességű, fizikai állapotú fiatalok jelentkezhetnek ebbe a programba. A kiképzés során nyilván először átesnek az alapkiképzésen, ez egy 2 hónapos kiképzést jelent. Miskolcon, a Miskolci Egyetem biztosítja az helyszínt a kiképzéshez, majd a 2 hónapos alapkiképzés után válaszút elé állítjuk a fiatalokat, választhatják azt, hogy helyben maradnak a megyénkben, a Miskolci Egyetemen folytatják a további 4 hónapos képzést, és egy speciális lövészfelkészítésen vesznek részt, vagy pedig, hogyha szeretnének egy szinttel tovább lépni, akkor elmehetnek valamelyik szakcsapathoz, a Magyar Honvédség valamelyik szakcsapatához, kipróbálhatják ott magukat, mint felderítők, tüzérek, logisztikusok, vagy harckocsizók, és akkor viszont helyőrséget kell váltani, akkor el kell menni ennek az adott katonai szervezetnek a helyőrségébe, és ott folytatják tovább a további 4 hónapos felkészítést, viszont már egy emelt fizetésért, hiszen ők már akkor speciális feladatokra való felkészítést fognak kapni. Én úgy gondolom, ez lehetőséget ad azoknak a fiataloknak, akik érdeklődnek, de nem döntötték még el, hogy a Magyar Honvédség lehet-e számukra alternatíva, hiszen úgymond büntetés nélkül kipróbálhatják magukat a Magyar Honvédségbe, mind a mellett azért természetesen a megélhetésüket biztosítjuk, mert fizetést adunk a kiképzések alatt is. Ha valaki jelentkezik, és olyan iskolai végzettsége van, ami nem általános, akkor speciális területen fogják őket alkalmazni? Igen, most egy példát hoznék föl, mondjuk a logisztikai szakterületet, mely nagyon fontos a Magyar Honvédségben, hiszen a harcoló katonai szervezetek kiszolgálása, ellátása, ez egy nagyon komoly és nagyon fontos feladat. A logisztikai szakterületen civil végzettséggel rendelkezők jelentkezését is várjuk, hiszen a Magyar Honvédség logisztikája hasonlóképpen, mint egy civil vállalatnak a logisztikája épül föl, és be tudjuk őket építeni, és szakmájukban tudjuk őket alkalmazni. Kis túlzással azt szoktam mondani, hogy a katonatársadalom munkaerő piaci elhelyezkedése, az hasonló, mint a civil életben, mindenkinek megvan a saját helye szerepe a Magyar Honvédségben. Alkalmazunk pszichológustól, orvoson keresztül, jogászokat, mérnököket, tehát teljes spektrumot. Táborokat is szerveznek a fiatalok számára, illetve még ezen túl, hogy táborokat szerveznek, a szabadidő hasznos eltöltésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Milyen programokkal várják a fiatalokat? A Magyar Honvédség folyamatosan szervez honvédelmi táborokat. Bízok benne, hogy sok néző számára ismert már a honvédelmitábor.hu weboldal, ahol a fiatalok a táborok iránt érdeklődhetnek és jelentkezhetnek. Azt kell mondjam, hogy mára már, amikor elindultak a táborok, hiszen a táborok már elindultak, már nincsen szabad kapacitás. Ez a program sikerét jelzi, hiszen a meghirdetéstől számítva 1-2 napon belül betellik az összes hely. Több mint 60 helyszínen szervez a Magyar Honvédség táborokat. Ezek a táboroknak a szervezésének a célja nyilván a honvédelmi nevelés és a pályorientáció egyben. De nem feltétlen
szeretnénk, vagy ragaszkodunk ahhoz, hogy aki a katonai táborokban részt vesz, az mindenképpen katonai pályát válasszon. Csak legyen a haza iránt elkötelezett állampolgár akkor, hogyha felnő és munkába áll és családot alapít. Igazából ez a célunk ezzel a programban. Nagyon nagy sikere van, én bízok benne, hogy a megyénkből is nagyon sokan jelentkeztek. A táborok befejeztével majd szeretném ezeket a számokat megvizsgálni, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. A másik pedig, mint a megyében illetékes katonai toborzással foglalkozó szervezet vezetője, a középiskolai tanév végeztével nem fejezzük be a pályorientációt, hanem a megyében szerveződő civil szervezetek, önkormányzatok, iskolák által szervezett nyári táborokkal is nagyon szívesen tartunk kapcsolatot. Így ebbe a térségbe is, Ózra is fogunk érkezni, táborokat látogatni, ahol pályorientációval, a Magyar Honvédség bemutatásával fogunk a fiatalokkal foglalkozni, így folytatjuk a táborokban azt a pályorientációs tevékenységet, amit a középiskolákban egyébként az iskolai tanév alatt végzünk. Várjuk Önöket szeretettel. Hol tudnak a fiatalok jelentkezni? Mint a táborba, mint pedig a katonai szolgálatra. A tábor vonatkozásában a honvédelmitábor.hu weboldalt javaslom. Természetesen a Facebookon is fent van, tehát akit érdekel, az jelölje be, kövesse ezt az oldalt, ezt a Facebook oldalt, és akkor onnan folyamatosan híreket fog kapni. Ha az idén nem jutott be táborba, akkor jövőre talán majd sikerülni fog. Folyamatosan kövesse az oldalt, és az oldalon nagyon sok színes fotóval, élménybeszámolóval találkozhatnak a már most futó táborokról. A jelentkezést pedig természetesen a 21. századot mi is követjük, az irányasereg.hu weboldal, a Magyar Honvédség karrier oldala, ahol az összes szolgálati formáról mindenféle tájékoztató anyagot megtalálnak az érdeklődők, és természetesen az elkerülhetetlen, hogyha valaki katonai szolgálatra jelentkezik, hogy a Magyar Honvédség valamely toborzóirodájába ne kelljen bemennie, hiszen jelentkezni csak a kézjegyének ellátása után lehetséges. Úgyhogy várjuk a jelentkezőket a Miskolci toborzóirodán és a 65-ösök útja 2 szám alatt. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. 35 év hosszú idő, de nagyon nemes, ha valaki egy hivatás kötelékében tölti. Tóth Melinda evangélikus lelkészt pontosan ennyi ideje szentelték fel az egyház kötelékébe, amelyből 33-at Ózdon töltött. Visszatekintünk gyermekkorára, iskolai éveire, szolgálatára, valamint kitérünk a világi élethez való viszonyára és az eltelt időszakra is. Nagyon csodálatos dolog, hogy gyerekkoromban már megkereszteltek, és ketten vagyunk testvérek, nővérem szintén keresztény, és akkor éltem az életemet, nagyon szerettem templomba járni, katolikus templomba gyónni, nagyon szerettem áldozni, bitmisén játszottam, és elértünk a gimnazista éveimhez, amikor először is az volt a szándékom, hogy állatokkal foglalkozzak, állatorvos legyek, mai napig is nagyon szeretem őket, de komoly bibliaolvasó lélek voltam már akkor, és egyszer azt az igét kaptam Istentől, hogy az aratnivaló sok a munkás kevés, küldjetek munkásokat aratásba, és akkor szüleim hazajöttek, és elmondtam nekik, hogy megoldódott a helyzet, most már nem keresem, hogy gyógyszerész, vagy éppen vámtiszt legyek, mert még az is benne volt, hanem elinduljak az Úrnak az útján, felvételiztem a teológiára, Kádi Zoltán püspök úr felvételiztetett, és még aznap meg is mondták, hogy felvételt nyertem, tehát emberileg nézve mondhatom azt, hogy szabaddá vált a pálya a teológiára.
azzal a tudománnyal, ami az Istennel kapcsolatos, illetve azt is mondhatom, sőt, szeretném is mondani, hogy ami az emberrel, mert ami az Istennel kapcsolatban van, az emberrel is kapcsolatban van. Különböző teológiai ágakat tanultunk. Én megmondom őszintén, hogy nagyon szerettem a gyakorlati teológiát, nagyon szerettem azt, hogy hogyan készülünk ige hirdetésre, rövid idő alatt mennyire tömören tudja mégis azt átadni, ami az ember számára fontos. Rengeteget jártam prédikálni. Akkor lehetőség volt arra, illetve valahol szükség is volt rá, mert az állam semmit nem támogatott a teológia részére, semmi anyagi támogatást nem adott, de a lényeg, ami a legfontosabb, hogy lelkileg megerősödtem benne, hogy elszánt vagyok arra, hogy valóban lelkész legyek. 1987-ben dr. Nagy Gyula püspök úr szentelt lelkészé Budapesten a Budavári Evangélikus templomba, és ott kaptam meg annak a helynek a nevét, ahova kerülök augusztus 1-től. És mondta a püspök úr, hogy Lajos Komáromba helyez. Akkor ugyan Sajók az a szabad volt, és anyukám szerette volna, hogy ide közel kerüljek, de én mondtam, hogy majd Isten eldönti, hogy én hova kerülök. Hát bizony jó messzire kerültem a legdélibb északi egyházkerület gyülekezetébe. Hát nem volt igazán egy könnyű helyzet, mondhatom azért azt. Nem féltem tőle, és nem féltem a szolgálattól, de belecsöppentem egy olyan állapotba, ahol megmondta elsősorban püspök úr, hogy a imaházat le kell bontani, új parókiát kell építeni, tehát ez volt az első küldetés, vagy amikor oda mentem. Ez egy sváb gyülekezet volt, tehát adott volt, hogy a falunak a nagy része evangélikus volt, szép templomuk volt, nagy parókia volt, volt olyan szoba, ahol 8x5 méteres volt a szoba, úgyhogy ez nem éppen egy idilli és túl modern parókia volt. A konyhába sparheltet minden nap kormoltam, mert olyan körülmény vált, aztán később, hála Istennek, egy kicsit változott. Ez 2 év volt, ott konfirmáltam is gyerekeket, hitoktattam gyerekeket, bibliórákat tartottam, nyilván minden szolgálatot végeztem, ami úgy gondolom, hogy nagy áldás, mai napig is van, akikkel kapcsolatom van ebből a szép gyülekezetből. Két évvel később valóban Ózdra kerültem, ezt én kértem Nagy Gyula püspök úrtól, mert ő volt az első püspök, akinek az idején elkezdtem a szolgálatomat. Akkor közbe férhez mentem, állapotos lettem, és sajnos a férjemmel nagyon megromlott a kapcsolatunk, és ez válláshoz is vezetett, és akkor kértem, hogy mivel szabad Ózd, és nincs lelkipásztor, helyezzem már engem Ózdra. Hát ő tudta, hogy Ózd és környéken nagyon sok gyülekezett, tehát Ózd, Borsod, Nádas, Sputnok, illetve hát rengeteg szorvány, és kicsit félt tőle, de drága édesapám akkor velem volt, és mondta, hogy ők mindenben támogatnak, segítenek a gyermekemet nevelni, azért, hogy én itt tudjam a szolgálatot végezni. Fiatalon itt is a lelki gondozások mellett, itt is sorban mindent renoválnom kellett. Úgy látszik, hogy a püspök úr ezt a mondatot adta meg az egyház részére, hogy konzervandó et renovandó latinul, és hát igen, nekem is ez adatott, hogy egyfelől megkaptam egy magot a gyülekezetből, akkor sem volt egy túl nagy gyülekezet, illetve az, aki templomba járt, ilyen 20-30-an voltak akkor is a templomba. Nagyon drága a lelkeket kaptam akkor, nagyon készségesek voltak mindenben, és hát bizony a lelki szolgálatok mellett hozzákezdtem, ahol most ülünk a templomba volt, hogy Isten tiszteltem, meggyulladt a régi 100 éves villanyvezeték, és akkor azzal kezdtem el itt a renoválási pályámat, hogy kicseréltettem az egész templomba a villanyvezetéket, és aztán sorba sok minden volt itt a templomba. Mondhatom azt, ugye Jézus azt mondja, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában. Hát
Jézussal szemben nem mondom azt, hogy nincs igaza, mert teljesen igaza van, hiszen nem úgy kerül valaki így akkor a gyülekezetbe, hogy tiszteletes asszony, lelkésznő, különböző protokollális megszólítással, hanem én Melinda voltam, én ez ellen nem is ágáltam, jól esett. Azért azt mondom, hogyha éreztem, hogy nem csak én adok tiszteletet a híveimnek, hanem a híveimtől is kapok tiszteletet, és azért a hívek szívében úgy gondolom, nagy részek a szívében megtaláltam ezt a tiszteletet. Annak ellenére újra azt mondom, hogy saját hazámba jöttem, és itt szolgáltam. Amilyen korosztály a lelkész, azért azt lehet mondani, hogy olyan korosztályt vonzunk be. Ez mindig a történelemben úgy gondolom, így lesz. És nekem ugye hát itt született a Dániel gyermekem, fiam, és nagyon könnyen a gyerekeket be tudtam vonzani. Rengeteget kirándultunk. Nekünk nem volt a névünk, hogy mi ne menjünk a gyerekekkel, hol Tokajba, hol Nógrád megyébe. Mi mindig mentünk, aktívak voltunk, csoportjaink voltak. Akkor még nem volt kötelező ez a hittan, de én már akkor is hittanórákat tartottam iskolába. Akkor még nem fizettek, hanem inkább a folyosóra kitettek bennünket, de én azt is vállaltam, mert mondtam, hogyha abból a gyerekből egyszer püspök lesz, akkor milyen boldog leszek, hogy én hitoktathattam őt. Tehát mindenképp velük együtt voltunk, és nagyszerű ajándék volt ez az időszak. Sok gyereket tudtam így konfirmálni, mert egy folyamat volt az életükben, ahogy hitoktattam őket, ahogy alkalmakra mentünk, kirándultunk. Ez szinte magával vonzotta, hogy a konfirmációban is örömben részt vettek, és a szülők is ebben partnerek voltak. És hát nem számoltam meg, hogy hány gyermeket konfirmáltam meg a 33 év alatt, mert ugye itt 33 éve vagyok, de bizony több száz evangélikus gyermekről van azért szó. Ha az elmenendőkről beszélünk, ott pedig hát körülbelül 600 lélek, akit eltemettem, óriási szám ennyi idő alatt, és ebben benne van nem csak a három nagyobb gyülekezet, hanem a szórványok is. Amikor a lelkészi pályámat elkezdtem, illetve Nagy Gyula püspök úrral beszélgettem, hogy Lajos Komáromba helyez, utána személyes beszélgetésben, akkor a püspök úrnak elmondtam, hogy lehet, hogy valami miatt mégis a szolgálatomat nem fogom tudni végezni, ez pedig a temetés. Mert ez az én számomra nagyon nehéz volt, vagy talán mai napig is mondom, hogy nehéz szolgálat. Egy missziós szolgálat, de nehéz szolgálat. És aztán bekövetkezett egy olyan idő itt az Ószti gyülekezetben, amikor már lelkész voltam, hogy anyagilag nem tudott a gyülekezet fönntartani sem engem, mint lelkész, sem mint a gyülekezetet. És már akkor a harmadik püspököm volt, aki mai napig is dr. Fabinyi Tamás püspök úr volt a püspököm, és neki elmondtam ezt a problémámat, hogy most már hónapra nincs. Ugye mi önfenntartók vagyunk, nagyon sokszor a kívülálló világ emberek azt gondolják, hogy a világ tart el bennünket, minket a gyülekezet tart fönn. És akkor kértem a püspök urat, hogy legyen segítségemre, és akkor azt ajánlotta föl, hogy vagy börtönlelkésznek menjek el, vagy kórházlelkésznek fél státuszba. És hát akkor mondtam, hogy inkább kórházlelkész, mert itt Ózdon van kórház, reuma kórház is, és akkor ott szolgáljak. Megvallom teljes egészében őszintén, hogy nekem ez nagyon nehéz szolgálat volt, bár szerettek az emberek, akiket látogattam, de én nekem nagyon sok egészségügyi problémám volt is, és van is, sok műtéten mentem keresztül, aminek mai napig is hatásai vannak, és aztán a kórházlelkészeket, amikor megismertem, akkor felajánlották mellette, hogy konferenciákat szervezzek egy kolléganőmmel, nagyon élveztem. Oda világi emberek jönnek, akik kórházba szintén besegítenek a lelkésznek, és látogatnak mindenfajta felekezetből, és ez már most már hiányzik, mert nagyon jó közösség volt, annak ellenére, hogy ez nehéz része a lelkésznek,
lelkemnek. Érdekes, hogy kórház lelkészségem előtt könnyen pattantam és mentem látogatni a híveket, de más az a közeg, amikor az ember egy státuszba megy be, és más, amikor lelkészként, és ez érezhető mondjuk mai napig is az életemben. Megadatott nekem Istentől, hogy én nyitott vagyok. Tehát nem csupán tudom és szeretem az evangélikus egyházat, és a tanítását is vallom, a Szentírással az a legelső együtt, de valóban nyitottam, és megismerkedtem azokkal az idős cserkészekkel, akik még akkor éltek. És egy lehetőséget beszéltünk meg, illetve kínáltam föl újra, akkor ugye nekem azért elég szép gyereksereg volt a gyülekezetben, és hogy gyerekekkel együtt legyen egy cserkész csapat, egy termet is rendeztünk be a gyülekezeti házunkba, alkalmakat tartottunk, az idős cserkészek tanítottak, én magam is cserkészvezető lettem, én is sokat tanultam, mai napig is ott van a polcomon rögtön látható helyen, hogy mit, hogyan lehet praktikusan megoldani, mit vigyen egy cserkész magával, ami az élet bármely pillanatában szükséges, és utána ez folytatódott, mert a Szent György Lovagrendnek is tagja lettem, ahol szintén kérték, hogy szolgáljak ott közöttük, mint lelkész, és ez 13-15 körül pedig a Magyarországi Borlovagrendnek a lelkésze lettem, a Borlovagrendnek a bordámája vagyok, a legmagasabb fokozatot kaptam meg. A borlovaggal pedig mondhatom azt, hogy járom az országot, mert nemrég is Kőszegen voltam, aztán Szegedre mentem, szóval ilyen végvár helyzetekben mindig ott vagyok, vagy éppen Tokajban, mikor, hol van az alkalom. És ez nekem nagyon nagy ajándék, mert a gyülekezett olyan 15-20 fő egy-egy alkalom, ez általában cserélődik vasárnapról vasárnapra, tehát nagyjából egy 50 ember jár egy hónapba, ha személyeket nézek így istentiszteletre. A borlovagoknál pedig hát 50 főtől 100 főig is van úgy, hogy együtt vagyunk, és nekem ez újra egy nagy misszió. A borlovagoknak kb. 70%-a férfi. Na, ha az egyházat nézzük, akkor ez pont fordítva van, mert az egyházban a 70% minimum a nő, aki gyülekezetekbe jár, itt a mi gyülekezetünkbe is. Ott egy kb. 30% a keresztény, a többi pedig nem vallásos, de minden alkalmunk szertartással, ige hirdetéssel, imádsággal kezdődik, és nagyon toleránsak, amiért én nekik nagyon hálás vagyok, hogy ők ezt így elfogadják, és így mondhatom azt, hogy a keresztény családom is megnőtt országszerte, hogy nem csak Ózdon és itt a környéken, hanem a borlovagság által azért sok helyen az országba szolgálok. A politikába talán mondhatom azt, hogy gyerekkoromtól benne voltam. Én otthon úgy nevelkedtem, hogy nekem a szüleim mindig beszéltek arról, hogy tudomásul vesszük, hogy milyen rendszer van, hogy kommunizmus van. Ennek ellenére templomba jártunk, ennek is volt következménye, mert még középiskolába se vettek föl bennünket, mert azért figyelemmel kísérték, hogy hova járunk és milyen szemlélettel éljük az életünket. És nagyon sok mindent tudtam nyugatról, ez teljesen áthúzódott a teológiai éveimre is. Aztán, amikor már szolgáltam a gyülekezetbe, hát Jézus azért azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. És egyszer fölkértek engem, hogy indulnék-e egy sima idézőjelbe kis önkormányzati képviselőnek, és Ózdon én nyertem egyedül Fidesz háttérrel. Aztán később indultam kétszer országgyűlési képviselőnek, egyszer polgármesternek is. Még
még az életben még talán lehetőség lehet, hogy van előttem, meglátom, de nagyon kis figyelemmel kísérem, és nem csak Magyarországnak, hanem az egész világban a politikát, hogy mi hogyan alakul, és szeretem, ha tájékozottak a híveim. Úgy gondolom, az istenfélelem az intelligenciával szükséges, hogy együtt járjon a tudással, az ismerettel együtt járjon. És ha azért ismerjük, nem kizárva, hogy aki a másik oldalon van, ő is ugyanúgy lehet nagyon intelligens, hozhat jó döntéseket is, mert az igazi demokrácia azért az ugye így működik, hogy meghallgatom a másikat, és elgondolkodom rajta, hogy ő mit szeretne, vagy hogyan szeretné. Hát én nem mondom, hogy könnyű politikus lennék, vagy lettem volna, de azt érzem, hogy sokat tettem volna azokért, mint ahogy az egyházban is igyekeztem a szolgálatomba 35 év alatt, úgy a politikába is szerettem volna sokat tenni az emberekért, de ha így adatott, akkor más területen szolgáltam. Ha 35 évre gondolok, azért az sok idő. Tele voltam, és bízom bennem, még most is van bennem Szentléleknek a tüze, mert úgy gondolom, hogy a lelkészi szolgálathoz, mint minden egyéb szolgálathoz az életben nagyon nagy szükség van a lelki ajándékra, arra a vitalitásra, arra a hitre, arra a bizalomra, arra az embereket elfogadó empátiára, ami még inkább éredett bennem, és még inkább az embereknek az életét elfogadva bízom benne, hogy tudok szolgálni. És nyilván sok gondolat már megéredett, mint a gyümölcs is nem rögtön ehető a fán, amikor meglátjuk először, de most már nagyon sok éredő gyümölcs van a gondolatomban, a lelkemben, a szívemben. Még inkább a betegségeim által, még inkább elfogadó vagyok az emberek felé, amikor átélik a bajokat, a problémákat, a küzdelmeket. A jó mellé pedig mindig szeretek oda állni. Istennek hálát adok azért, hogy mindig ad bizodalmat, hitet, amikor elcsüggednék, vagy talán nem kapnám meg az emberi oldalról a bizalmat, akkor Isten mindig megadja nekem, és külön azt szeretném még hozzátenni, hogy nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy adott nekem egy olyan gyermeket, aki vallom, hogy nem én neveltem, hanem az Isten nevelte, és aki mindenben segítségemre van a szolgálatban. Ő ugyan nem lett lelkész, de annak ellenére, hogy nem ez a hivatása, mégis nagyon sokaknak kívánom azt lelkészeknek is, és másoknak is, hogy olyan kapcsolat legyen a gyerekével, és azon keresztül már újra a fiatalokkal van kapcsolatom, az ő korosztályával, akiken keresztül megtapasztaljuk, hogy nagyon jó az Istenben bízni, nagyon jó reménykedni, nagyon jó hinni, nagyon jó szeretni, akkor is, ha nem attól a valakitől kapom vissza, akinek éppen odaajándékozom a szeretetet, vagy éppen az időmet, és megáld Isten a teológián, ezzel szeretném befejezni, Káldi püspök úr a legelső évnek a tanévnyitóján ezt az igét olvasta fel, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Hát én hiszem, hogy engem is Isten választott ki, hogy szolgáljak, amíg lehetőségem van rá, lelkileg is, testileg is, fizikailag is, gyülekezetben is, és hát hálával vegyem el az Úrnak a jóságát, és tudjam szeretni a templomban és a templom kívül lévő embereket, mert nekem ők is nagyon fontosak, és nagyon szeretem őket, és szeretnék hozzájárulni mindig az ő életüknek, a lelki életüknek a felemeléséhez és támogatásához. Erős vár a mi Istenünk. Az Ód Sajó Völgyen labdarúgó csapata elkezdte a felkészülését a Borsoda-Bolyzámplén megyei első osztály küzdelmeire. Az együttes hetente 4 alkalommal találkozik az Elek Ákos utánpótlás központban. Emellett 4 edzőmérkőzés is vár a fiúkra az idény rajtjáig. Az első tréningnek egyikén jártunk, ahol a gyakorlás után a sportolók átvehették a megyei másodosztály bajnoki címéért járó érmeiket.
Megkezdődött a felkészülés az Ód Sajóvölgye futballcsapata számára. Az együttes a tavalyi szezonban bajnoki címet szerzett a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei másodosztály északi csoportjában. Az egész bajnokság folyamán mindössze egy vereséget szenvedtek a fiúk, sőt tavasszal hibátlan teljesítményt tettek le az asztalra, így idén már egy osztállyal feljebb mérethetik meg magukat a játékosok. A gárda heti 4 edzéssel hangolódik az idényre. Jelen pillanatban 4 tesztmérkőzés is szerepel a programban, de ez még változhat. Nyáron elsősorban az állóképességi és egyéb fizikális gyakorlatok kerülnek előtérbe, majd ahogy közeledik az első tétmeccs, úgy kerül át a hangsúly a taktika finom hangolására. A rendkívül fiatal legénység nagy elánnal vetette bele magát a munkába. A tréningeknek a putnoki Elek Ákos utánpótlás központ ad otthont, de a bajnoki összecsapások az Ózdi stadionban lesznek megrendezve. Egyelőre az átigazolási időszak csak nem régen indult, ám várhatóan a csapat nagy része együtt marad. Eddig 2 érkezőről tudunk beszámolni. Az egyikük Magyar Máté, aki legutóbb az MB3-as Hidas Németiban rúgta a bőrt, a másikuk pedig Zimányi Ádám, aki Egerből tette át a székhelyét. Korábban 10 éven keresztül meghatározó futballistája, valamint csapatkapitánya volt a Putnok harmadosztályú együttesének. Az ő transzfere már egy évvel korábban is felmerült, de most került pont az ügylet végére. Igazából már tavaly is felmerült, mikor Egerbe távoztam Putnokról, akkor más okok miatt nem valósult meg ez a váltás. Most ebbe az évben is megkeresett Zsolti, aztán hosszú távú terveket beszéltünk át, ami igazából már, mivel 35 éves vagyok, hosszú távon gondolkozok, és olyan lehetőséget mondott, ami számomra is kedvező. Ugyanakkor azt gondolom, hogy talán a csapat hasznára is tudok lenni. Egyelőre még ismerkedik az új társakkal, mégis az eddig látottak alapján pozitívan tekint a jövőbe a rutinos védőjátékos. Fiatal a csapat, agilisek, harcosak, azt látom, hogy sokat futóak. Van, amit még nyilván az első héten nem, de ahogy megyünk bele az edzésekbe is, telnek a hetek, le fog tisztulni. Gondolok itt a gyors játékra, vagy a labda nélküli helyezkedésekre. Azért még most ez az első hét, itt főleg a terhelésen van a hangsúly, de mire kezdődni fog a szezon, azt gondolom, hogy a többi része is rendben lesz. Ugye az együttes megnyerte a megye 2-es bajnokságot tavaly. Ennek ellenére azért ambíciózusnak látom az együttest. Mi a célja most a gárdának erre a szezonra, esetleg hosszú távon is, miben gondolkodik a csapat? Hát a csapat, mivel fiatalokból áll, az öme, ezért azt gondolom, hogy akarva akaratlanul is feljebb akarnak lépni, ez így a normális, minél magasabb osztályba játszani. Most azt gondolom, ez a megye ez egy mérvadó lesz, ez a szezon, mindenki meglátja, aztán tisztába tudja tenni magába, hogy éppen hol a helye. Nem úgy megyünk neki újoncként, hogy maradjunk bent, ott szeretnénk maradni, vagy ott szeretnénk lenni az elején, hogy végül helyezésbe mire lesz elég, azt igazából majd a szezon végén fogjuk látni. Idősebb, tapasztaltabb sportolóként az évek múlásával az ő szerepe is megváltozott. A pályán nyújtott teljesítménye mellett immár irányt is kell mutatnia a feltörekvő társainak. Az idősebbektől azt gondolom, hogy mindenképp elvárható az, hogy mutassunk egy irányt, egy vezérszerepet. Magamban is azt érzem, hogy próbálom majd segíteni a fiatalokat, azt a tapasztalatot, amit én szereztem az évek alatt, azt átadni nekik, ezzel is segítve őket a fejlődésben, meg nyilván csapategységet összekovácsolni, hogy együtt minél sikeresebbek legyünk. A gyakorlás után a sportközpont emeletén kialakított konferenciateremben a megyei másodosztályban szerzett aranyérmeket adták át a focistáknak. Az egyesület vezetésén túl tiszteletét tette a rendezvényen Rész Gábor országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is. A politikus gratulált a labdarúgóknak és biztosította őket további támogatásáról. A beszédek után a gárda csapatkapitánya Benne Attila az Ózd Sajóvölgye játékosai által aláírt névre szóló mezt ajándékozott a képviselőnek. Mindenkit gratulálok, hiszen ez a legtermészetesebb ilyenkor. Teljesítményt azt mindig díjazni kell. A srácok kivívták a helyüket ott, ahol helyük van. Én úgy gondolom, hogy a teljesítmény, az akarat, a szív, az erő, a lelkesedés, ami minden edzésen ugye nullára kifut,
ha jól készül a csapat, akkor az meghozta az eredményt. És én, ahogyan elmondtam a köszöntőben is, ugye mi célja lehet egy labdarúgónak, amikor elindul egy pályán, mint hogy a címeres mez előbb-utóbb rákerüljön. Egyedül, ahogy annak ide jó apám mondta nekem, hogy egyedül rajtad múlik, hogy mit hozol ki magadból, a többi az már csak idő kérdése. Ha a szándék, az akarat megvan, és a tudás is párosul vele, hiszen azért az alapkészségek, azok meg kell, hogy legyenek. Én próbáltam labdarúgást tűzni, annak idején egy szintig el is jutottam. Ezt úgy hívják, hogy a közönség szórakoztatása. Ezt lehet többféle módon is érteni természetesen, hiszen valaki mindig kellett szórakozzon a közönség, a másik már a luftrúgásokon. De félretéve a tréfát, ezek a srácok mindent beletesznek a mindennapjaikból, és ezt értékelni kell. Én nagyon boldog vagyok, hogy Ózputnok viszonylatában a Sajó mentén egy ilyen tehetségközpont kialakult, és tovább lépett, hiszen látható, hogy Ózputnok együttműködése mentén a srácoknak különféle lehetőségük nyílik, hogy más-más szinten, de belépjenek a labdarúgás nagyvilágába. És ha beléptek, akkor, amint az előbb említettem, rajtuk múlik egyedül, hogy a tehetségükre mikor figyelnek föl, és mikor tudja az adott helyzet és adott labdarúgó osztály kihozni belőle azt a tudást, amire már nemzetközi megfigyelők is, vagy az országos megfigyelők is oda néznek, és azt mondják, hogy aha, ez egy ügyes fiú. De ezzel próbáljunk valamit kezdeni, őt menedzselni kell, mert több rejtezik benne, mint ahol most játszik. Én remélem, hogy ebből a körből sok ilyen fiatal kerül ki. Mi egyet tudunk, az infrastruktúrális feltételeket megteremteni ahhoz, hogy méltó körülmények között tudjon a csapat játszani. A többi már a mester és a csapat dolga. Én ebben bízom, hogy most a mester és a csapat is helyben van, a szó nem pejoratív értelmében, hiszen tovább lépés lehetősége elváratik tőlük. A megyei első osztály csak egy első osztály, utána van még följebb, tehát a célokat tűzzük ki mindig reálisan, és majd egymás között döntsék el, hogy mi az a közvetlen, rövid távú, vagy közép, vagy hosszú távú cél, amit el szeretnének élni. Mi ebben megpróbálunk szerint segítséget nyújtani, ki a maga politikai helyén, Kutnokváros polgármestere, jó magam, ahol vagyok, hiszen a sport, a labdarúgás, meg labdarúgás, mint tudjuk. Munkácsi Norbert kollégámtól ezt megtanultam, és innentől kezdve én is egy picit más optikán keresztül nézem a labdarúgást, és igyekszem segíteni azt, hogy ebben a térségben, mint tudjuk, a labdarúgás közhangulati tényező, és ha a csapatnak jól megy, akkor a városnak is jól megy. Na, ebben a reményben szeretném köszönteni a srácokat, és a jövőbe optimistán tekinteni. Ósz labdarúgása az elmúlt mintegy 20 évben hullámzó volt. Ebben az időszakban több alkalommal emelkedett fel, majd hult porba a helyi futball. A legutóbbi kudarc és súlyosan felelőtlen klubvezetés után nem maradt saját jogon csapata a városnak. Most egy kooperáció segít életben tartani, illetve fejlődési pályára állítani az ózdi focit. Erre garancia lehet a tapasztalt klubvezetés és a politikai akarat. Megértem az embereket. Az embereket nem lehet becsapni. Az emberek arra számítanak, hogy kimennek, és vagy ingyen, vagy a pénzükért jó focit látnak. Elvárják. Ózdon mi hozzá voltunk ezt szoktatva, hiszen én magam is voltam NB1-es mérkőzésen még kint, amikor 26 ezer ember szotyizott együttemben, és nézték az NB1-es mérkőzést, például én a Csepellel emlékeim szerint. Tehát elvárják, hogy olyan szintű labdarúgás legyen Ózdon. Mi mit tudunk tenni, és ez volt a kérdés lényege, mi infrastruktúrát tudunk teremteni. Most épül két műfüves edzőpálya, aminek nem titkolt célja az, hogy a gyerekek, a fiatalok olyan körülmények között tudjanak gyakorolni, edzeni, kipróbálni önmagukat, ami méltó, biztonságos és minden balesetet lehetőleg elkerülő körülményt biztosít a számukra. A mester, illetve hát azok az egyéb infrastruktúrális körülmények, amelyek és a személyfeltételek, amelyek még kell, hogy párosuljanak mellé, ezek pedig egymás mellett föl kell épüljenek, hiszen ettől lesz majd egy sikeres csapat. A mester jelen pillanatban adott. Van hol öltözni, lesz hol játszani, és az Ózdi stadiont is bizony fel kell újítani legalább annyira, hogy fedett lelátó legyen, ami ugye a jogszabályban is elvárt, egy magasabb osztályban le tudjanak ülni a nézők. Na, ez már nyilván annak a dolga, akinek a forrást elő kell teremteni, én dolgozni fogok ezért. Ez az én személyes ígéretem. Településünk sportszerető közönsége újra nagy elvárásokkal fordul az újjáformálódó egyesület felé, hiszen itt korábban, ha sikeres volt a csapat, mindig nagy számú nézőserek előtt futhattak ki a játéktérre. Kádár Zsolt, az Ózd-Sajóvölgye operatív igazgatója számára a legfontosabb, hogy újra a méltó helyére kerüljön a város labdarúgása. Ezt elsősorban olyan játékosokkal kívánják elérni, akiknek fontos Ózd, fontos a régió, illetve kötődnek a klubhoz.
Az elmúlt két évet, ahol feltétel nélkül mentünk és játszottunk Ózdon, különösebb támogatás nélkül, tehát inkább a mi áldozatvállalásunk volt, természetesen a pálya egyéb az mindig normálisan rendelkezésünkre állt, és mi nagyon szerettem Ózdra járni, akár ellenfélként is és nézőként is. A régi ózdi foci hangulata az mindig megfogott. Én, és talán 30 éve dolgozok itt a megyében, elmondhattam talán magamról, hogy mi valóban futballt szeretnénk csinálni, és semmi más hátsó szándékunk nincsen. És én azt szeretném, és olyan játékosok vannak, akik Ózd és Putnok környékbeliek 80-90%-ban, és nem is szeretnénk ezen változtatni, hogy jöjjenek, szeressék ezt a csapatot, mert a csapat is szeret Ózdon lenni. És biztos vagyok benne, hogy egymásra fognak találni. Előreláthatóan nagyon erős bajnokság vár az újonc gárdára. Az NB3-ból két csapat esett ki ebbe az osztályba, illetve a feljutók sem feltartott kézzel fognak harcba szállni. A stadionban lassan végéhez közeledik a két kisméretű műfüves futballpálya kialakítása. Ez tovább növeli a klub lehetőségeit. Ebben a szezonban, hogy mondtam, stabil csapat szeretnénk lenni. Én ahogy hallom a híreket, meg ahány csapat itt maradt vagy ide esett ki most NB3-ból, borsodi csapatok, Hidas Németi, Tája, a Cigánt nem nyerte meg az osztályzót, azt hallani, hogy minden idők egyik legerősebb megyei első osztályú bajnoksága lesz. Én azt szeretném, hogyha stabilan az 1-8 között mozogna ez a csapat, erre szerintem hivatottak vagyunk, aztán hogy ez mit fog hozni, nem tudom. Én remélem, hogy jó meccseket, egy szervezett csapatot, és bízom benne, hogy Ózdon egyre jobban magukénak fogják a helyi szurkolók, sportot szerető emberek érezni ezt a csapatot. Én érzem most már a hátteret mind a város részéről, mind képviselő úr, és én azt gondolom, elindíthat egy jó folyamatot. Ez a dolog, minél többen leszünk, én remélem, hogy hazai pályán senkinek nem lesz könnyű élete Ózdon, legyen az bármelyik csapat, és annyit már tudok, hogy hazai pályán fogunk kezdeni, mint újoncok, tehát az első meccs augusztus 13-án az biztosan Ózdon lesz, hogy kivel még azt nem tudom. És talán még egy gondolat, hogy lassan elkészül a műfüves pálya, ez is egy nagyon jó példája annak az együttműködésnek, ami elindult. Az első lépcsőfokot tehát megtette az Ózd Sajó völgye, hiszen idén már a megyei élvonalban küzdenek a srácok a minél jobb eredményért. Ahogy az operatív igazgató említette, várhatóan először augusztus 13-án láthatják a csapatot a városi stadion gyepén az érdeklődő szurkolók. Ennyi volt már az apropó. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Addig is ezt és korábbi adásainkat is visszanézhetik televíziónk weboldalán, illetve YouTube csatornánkon. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!